Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Naphíre. Beszélgetünk ma többek között arról, hogy lehet, hogy törvénytelenül nyújtották be Alex Ceut, bár a miniszterelnökség ezt tagadja. Aztán a második témánk lesz a Jobbik vádalkú felvetése, a harmadik témánk pedig nagyon olcsón bérbe vehető lakások, méghozzá a polgármester volt felesége vette bérbe az egyiket, a Dísztéren egy 150 négyzetméteres panorámás lakást 80 ezer forintért. Mindjárt megtudjuk, hogy vendégeinknek mi a vélemény erről, és hogy kik ők, azonnal mondom is. Rádi Antónia, az átlátszó.hu újságírója, Somos András műsorvezető kollégám, a Népszerű Fórum műsorvezetője, és Horváth Zoltán publicista. Jóval a piaci ár alatt adnak ki lakásokat a budai várban. A várnegyed egyik legelőkelőbb 158 négyzetméteres lakását a polgármester volt felesége bérli 80 ezer forintért, miközben a kerületben ennek többszörösiért adnak ki hasonló ingatlanokat. Vádalkut ajánlana a Jobbik Simicska Lajosnak. Schneider Tamás, a párt frakcióvezető helyettese szerint csak Simicska buktathatja meg Orbán Viktort, ezért, mint mondta, el kellene érni, hogy feldobja a miniszterelnököt. Cserébe kisebb büntetést szabnának ki rá a törvénytelen vagyonosodásért. Eljárási baki lehet a CEU törvényben, legalábbis ezt állítja Latman Tamás. A nemzetközi jogász szerint Semjén Zsolt aligha kezdeményezhette a törvényjavaslat sürgős tárgyalását, azon a napon ugyanis éppen Iránban tartózkodott. A szakember szerint ez azt jelentheti, hogy nem törvényesen ment át a jogszabály az országgyűlésen. A miniszterelnökség szerint azonban nem történt hiba. Kezdjük tehát a Alex Ceuval, a gyorsított eljárásban elfogadott törvénnyel, hogy vajon szabályszerűen nyújtották-e be. Szervusztok, jó estét kívánok! Mit gondoltak önmagában véve, mikor a jelentőség ennek az ügynek, hogy most a jogi aktus az tényleg úgy zajlott? De ugye a miniszterelnökség ezt száfolja, azt mondják, hogy ugyan április 3-ai az érkeztetési dátum, amikor már Iránban volt Semjén Zsolt, de utána megmagyarázta a miniszterelnökség, hogy ez az érkeztetés, és egyébként korábban írta alá, amikor még itt volt. Valamit. Ez kész. Én miért ne hinném el, hogy amit mondanak, az így van, csak éppen nem releváns. Tehát egy dokumentumnak a keltezése az a keltezése. Ilyen nincsen, hogy a keltezésnek használom a beadást. Ugye a miniszterelnökség azt mondja, hogy semmilyen szabály nem írja elő azt, hogy nem teheti meg egy képviselő azt, hogy aláírja mondjuk pénteken, és csak hétfőn nyújtja. De a BTK-nak hívja. Akkor ezek szerint a miniszterelnökség nem annyira ismeri a BTK-t? Hát ugye Nagyman Tamás is azt mondta, hogy ő is hogy azt az egyetemet végezte, amit mi, vagy te, vagy én, nem? Mi. Igen. Eredetlen két jogász ül velem egymással szemben, csak a nézők is értsek. Igen. És ő is azt mondta, hogy ez meg is jelölte a paragrafust, hogy ez közokirat hamisításnak hívják, és hogyha egyébként... Tehát, hogyha hivatalos személy követi el, akkor ez egy súlyosabban minősülő, 5 évig terjedő szabadságvesztésre minősülő eset. Mit szól az egész? Hát én el vagyok ájúval, nagyon, nagyon lelkes vagyok a hírtől. Én csak arra gondolok, hogy ugyanabban az ügyben, ahol egy kormányzat azt mondja, hogy itt van ez a CEU, vagy Soros Egyetem, ahogy ők nevezik, és ez tartsa be, mi a probléma? Tartsa be a törvényeket. Hát csak erről van szó, nem kérnek tőle semmi mást. Akkor lehet, hogy én, mint állampolgár azt mondom a kormányzatnak, hogy hát én se kérek semmi mást a kormányzatra, tartsa be a törvényt, ha aláír valamit, azon a napon írja alá, amikor aládátumozza. És ha rosszul csinálta, akkor elszúrta, elhasalt. Gyakorlatilag természetesen nagyon jól tudjuk, hogy milyen típusú jogállamban élünk, nem lesz bírói fórum, amelyik ezt a törvényt hatályon kívül fogja helyezni. De azért jó, ha a polgár tudja, hogy jogszerűen hatályon kívül lehet. Igen, ennek van egy ilyen pikantériája, hogy végig a kormányzati kommunikáció jogszerűségről szólt, majd ilyen furcsa körülmények vannak. Szerintem ez nem biztos, ebből nem következik feltétlenül. Én szerintem, hogy a maga törvényt is hatályon kívül kell helyezni. Ez ugye, amit Semjén Zsolt aláírt, csak éppen én szerintem bűncselekmény útján írta alá, meg hát a jogtudós Latman úr szerint is, ez annak az előterjesztése volt, hogy vegyék sürgősséggel napirendre. Most ezen azért szerintem elvitatkozna az Alkotmánybíróság is, hogy ez vajon akkora szintű sérelme-e, hogy a maga a jogszabályt is érvénytelenné viszi. Nem teljesen biztos. Tehát, ez csak a gyorsított eljárás, mivel magát a jogszabályt, az azt ugye arra jogosult nyújtotta be, megszavazták egy formálisan korrekt procedúra alapján,
könnyen előfordult, hogy a jogszabály ettől még megállja a helyét. Igazából mekkora jelentősége van? Most nyilván az, hogy betartsuk a szabályokat egy jogállamban, azért meglehetősen fontos, és ez sem egy szép történet. Azt de azt is nagyon jól tudjuk, hogyha a kormányzat meg akarja tartani a CEU törvényt, a LexCEU-t, akkor meg fogja tartani. De egy nagyon érdekes dolog, mert ha azt mondjuk, hogy elkerül a történet az Alkotmánybírósághoz, akkor megtörténik az, amit Áder Jánosnak kellett volna elérnie, hogy az Alkotmánybíróságnak továbbítja a történetet. Magyarán mondva, tetszik, nem tetszik, a kormány csak belemanőverezheti magát egy olyan szituációba, még nem biztos, hogy így történik, de belemanőverezheti magát egy olyan szituációba, amiben semmiképpen nem akarta, sőt, bizonyos értelemben még a éppen újra választandó, vagy újra esküt tenni készülő államfőt is, hogy mondjam, belevitte. Magyarán megmondva, hogy nem akarták, hogy az Alkotmánybíróság azt nem akarták, de ugye oda fog kerülni, hogy az egyszerűsíti a kormány dolgát egyébként? Tehát, hogy ha mondjuk hát szeretnének visszalépni már... Az LNP adványa miatt mindenképpen azért mondom, hogy mindenképp az alkotmánybírók nem ússzák meg, hogy erről valamit beszéljenek. Amit politikailag mindenképpen egy hasraesés, hát legyünk őszték, hát erről beszélünk. De ha mondjuk meg akarna hátrálni a kormány, akkor az alkotmánybíróság ezt megteheti helyette, és akkor arcvesztés nélkül lehet kikerülni a dologból. Amit eddig tudunk, hogy az alkotmánybíróság a közjogi érvénytelenséget általában akkor szokta megállapítani, hogyha lényeges eljárási szabályt sért, mondjuk kétharmados többség kéne egy jogszabály elfogadása, és mondjuk feles többséggel fogadták el. Vagy volt olyan, ami most már a legújabb alkotmánybíróság gyakorlatában nincsen, hogy nem hagyott felkészülési időt, és olyan ütemben verték végig mondjuk a parlamenten jogszabályokat, hogy sérült az a jogelv, hogy gyakorlatilag felkészülési időt adjon a jogalanyok számára. Ezt az alkotmánybíróság egyébként többször megállapította. De itt egyébként... A korábbi, bocsánat, igen, Sólyomféle. Vagy az azt követő. Még amikor ott jogászok ültek, de hogy egyébként hogy indult ez az ügy, hogy úgy indult, hogy a csalás az csalás, ugye? És nem volt az a jogszabály, ami alapján a miniszterelnök azt állította, hogy csal a CEU. Hát persze, az, akkor ugye gyakorlatilag az egész úgy indult, hogy tegnap meg kellett volna felelni egy holnap meghozandó szabálynak. Tehát ugye innen indult az egész történet. Ne jogászkodjuk tovább a dolgot. De csak azért, mert ez egy politikai év volt egyébként. Egyetlen egy dologról szeretném megkérdezni a véleményeteket. Tegnap volt egy beszélgetés a CEU-ról, ahol az hangzott el, hogy a rektor Ignatieff azért nem találkozott a kormányzattal, mert nem elég udvarias. Nekem annyira megütötte a fülemet ez a mondat. Mit szóltok ez? Ők elég udvariasak szerencsére, ennek örülünk. Egy picit én arra, nem, ezzel kapcsolatban erre válaszolva is, de visszatérnék arra, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a kormány ebből ki szeretne hátrálni. Én nem tudom, hogy ez miért terjedt el. Egy szerintem semmi nem utal arra. Hát Orbán Viktornak volt egy fél mondata az ATV.hu-nak pont egyébként, hogy ugye az igazságügyminiszter vizsgálja a dolgot, tehát nem mondta azt, hogy már pedig mi ragaszkodunk. De ez egy egyetem, amelyiknek el kell ősszel indítani egy fél évet. És tehát, hogyha csak az időt húzza, hogy majd én mindjárt tárgyalok, azt várom, hogy Trump elnök leüljön velem, meg tényleg ilyen teljesen Ignatieff ugye udvariatlan, meg kicsi ember egy Orbán Viktorhoz, majd ő Trumppal, ezt egészen addig el lehet húzni, amíg befutcsolnak, tehát, hogy nincs mire fél évet indítaniuk. Meg azt ne feledjük, hogy a Magyar Idők reggel azt írta, hogy az uniós támogatásokat szabálytalanul veszi fel a CEU, és hogy egyébként az tegnapi hír, hogy az oktatóknak a státuszát vizsgálják, tehát hogy ugye szombaton az volt a Szalag cím a köztévének nevezett adón, hogy Orbán kettős pont minden kérdésben együttműködnek az Európai Bizottsággal, és amire Antónia utal, az ugye azóta történt, hogy erre azért semmi nem utal. Semmi. Igen. Hát együttműködés ez most nincsen. Na, menjünk tovább a következő témára, és nézzük meg, hogy mi a Jobbiknak a javaslata a Simocska Lajos felé. Vádalkuval segítene Simicska Lajoson a Jobbik egyik vezető politikusa, ha a nagyvállalkozó kitállal a miniszterelnökről. Schneider Tamás egy lakossági fórumon azt mondta, ha Simicska elárulja, hova tűnik a vagyon a kormányfő zsebéből, akkor esetleg kisebb büntetéssel is megúszhatja, hogy korábban hallgatott. Egy kis
pontosítás az elején. Ez nem a Jobbiknak volt ugye a javaslata, természetesen nem is javaslat, meg nem is hivatalos pártvélemény. Ezt Schneider Tamás mondta csak, és aztán Jobbik egyébként azt is mondta, hogy azért ez egy magánvélemény, és nem volt szerencsés. Mennyire hiba politikailag egyáltalán elméletben vádalkuról beszélni? Tehát azt üzenni Simicskának, hogyha kitállal Orbán Viktor pénzügyeiről, akkor esetleg szóba jöhet egy vádalkú, és nem ajánlott a fel, nem is leheti meg ugye a politikus, csak itt szóba hozta, hogy egyébként létezik egy ilyen jogintézmény. Én hallgattam azt a hangfelvételt, azért ez jóval finomabban volt megfogalmazva. Én azt a megfogalmazást nem tartom rossz és igaztalan mondásnak úgy és ahogy volt megfogalmazva, és én szerintem megér egy fél gondolatot az, hogy nem ördögtől való, meg nem tilalmas dolog, de hát nagyon úgy tűnt, hogy ez egy beépített kérdező volt egy lakossági fórumon. Olyan, aki már járt pártok lakossági fórumán vidéken, az azért tudja, hogy a legritkább esetben vannak ennyire képben a kérdezők, három különféle politikai esetben is, ahogy ez az úr kérdezett. Véletlenül ott volt az egyik meglehetősen kormánypárti orgánum, véletlenül fölvette Magnóra a választ, és abból lett ez így kisarkosítva. Szóval azért árnyaltabb szerintem a helyzet, ami valójában elhangzott. Én szerintem abba a Schneider Tamásnak hajlok rá, hogy igaza is van. A fő gondolat az, hogy az egyetlen ember, aki meg tudja a nemzeti együttműködési rendszert buktatni, az momentán per pillanat Simicska Lajos. Én hajlok rá, hogy ez valóban így van. Tehát Antonia, azt mondod, hogy akár azon az áron, hogy mondjuk ha feltévés nem megengedve, de Simicska Lajosnak is voltak bűnei, akkor azokat nem mérjük olyan súlyosan, annak érdekében, hogy feltáruljanak az Orbán Viktorral kapcsolatos eddig rejtett ügyek. Én azt mondom, hogy én ezt helyesnek tartom. Én azt mondom, hogy politikai szempontból ebbe gondolkodni egy politikai pártnak az nem öngyilkosság, és nem ciki, és nem kellemetlen. Ön mit gondol, szabad-e ilyen elméletről beszélünk? Hát elméletről beszélünk, én inkább, hogy mondjam, sajnálkozom a fejét az illúzió tömeg fölött, amit most Magyarországon, na majd a Gyurcsány kipakol, mert majd elő megveszi, amit megvesz, na majd a Simicska. Hát ettől elő, két embertől igen, várja a közélet gyakorlatilag ezt. Én úgy gondolom, hogy a választónak kell elmenni az urnához, és hogyha úgy gondolja, hogy tényleg elege van abból, ami van, és valóban kontinensé állnak össze azok az elégedetlenség szigetek, amik most már szaporodnak, mert hát egyre több kárvalotja van ennek a szisztémának, akkor azt kell mondjam, hogy nincs szükségünk, mert valahogy úgy érezném magam, elnézést a talán túlerőltetett történelmi hasonlatért, ahogy Sztálinban reménykedett a világ egyik része Hitler ellen, és azért pontosan tudjuk, hogy kinek kellett drukkolni azért, hogy adott esetben mondjuk talán az életét mentse meg. Hát könyörgöm, ha ebbe a nagyságrendbe vagy ebbe az erőtérben nézzük a dolgot, akkor nincs jó választás. Hát akkor inkább a Simicska. Annyi szerint gondolsz, hogy van csoda? Vagy tényleg egész egyszerűen választások, az ellenzéknek jól kell szerepelnie, ki kell találnia valami konstrukciót, és aztán ha azt akarja a többség, akkor megy a Fidesz kormány, ha meg nem, akkor nem. Hát erről azt gondolom, hogy egyébként abban az egy kérdésben, hogy például állítsuk helyre a demokráciát, abban bárki megegyezhet bárkivel. Tehát előbb-utóbb erre kellene elmozdulni, vagy erre fog elmozdulni szerintem a politika, még akkor is, hogyha ez most nem látszik. De kell csoda, idézőjelben a csoda, hát most valamilyen csoda Simicska-féle, vagy Gyurcsány-féle dokumentumra gondolok, kell egy ilyen nagy a Gyurcsány-féle csoda, mert nem tudjuk, hogy van-e, de hát azt azért mindannyian tudjuk, és sőt, mindenki tudja, szerintem, aki nézi ezt a műsort is, hogy a Simicskának van olyan tudomása, ami én szerintem tartozna a választókra, hogy a felelősség teljes döntést meg tudják hozni. De azt honnan tudjuk, hogy van? Hát olyan, ami azt, tud bizonyítani papírokkal, nem az, hogy sok mindent tud. Én meg gyanítom, hogy ott papírja is vannak, hát ő jogászemben papíroz. De hát az elbeszélés is egy kúcs szereplőtől kvázi tanúvallomás értékű. Jó, csak hát ugye, ha már jogászokkal szemben, akkor lehet, hogy valamit rosszul mondok, csak igazítsatok ki. Ezeken a papírokon, amelyek nyilvánvaló egyik felől megvannak a Simicskának, másfelől megvannak a Fidesz megfelelő potentátjainak, valószínűleg úgy néz ki a történet, hogy az egyik félnek valóban vádalkúra lenne szüksége ahhoz, hogy megmeneküljön. Tehát magyarán mondva a Simicskát nem még arcsak se kötelezhetjük, hogy előálljon, mert nem köteles önmagára vádolni. Márpedig úgy tűnik, hogy nem tud olyan történetet mondani, amiben adott esetben ne lenne ő is terheltje ennek a vallomásnak. Miért gondoljuk ezt?
Hát ha belegondolunk abba, hogy gyakorlatilag a Simicska gazdasági birodalom hogyan épült föl, akkor pontosan azt látjuk, hogy kétségtelen Simicska szervező képességével, de mindazokkal az állami támogatásokkal és adott esetben jogtalanságokkal és igazságtalanságokkal és előnybiztosítással, amit adott esetben ne felejtjük el, hogy Simicska Lajos volt egy időben az APEC elnöke. Így van. És volt egy olyan operáció abban a rendszerben, igen, amiről mindenki tud, és mindenki beszámol róla, vagy beszél róla a háttérben, de nyilvánosan senki nem áll elő azzal, igen, hogy ott halottak napja környékén mi történt a lementett, igen, adatokkal. Én el tudom képzelni, hogy azok között volt olyan, amihez neki egyébként semmi köze nincs. De hát akkor is hivatali visszaélés, ha ő azt eltüntette. Akkor is feljelenti magákkal, igen, azt mondja, hogy ezt megszerezte. De nem, hát hogyha valaki más jön ki ezzel a dokumentummal. De András, te mit gondolsz, hogy ha lenne olyan adat, bármi, ami rá nem terhelő, hát akkor viszont már régen vált volna vele, nem? Nem. Miért nem? Vagy vár, hogy közelebb legyünk a választáshoz? Eddig nem volt olyan momentum, hogy így fejezem ki magam, amikor ennek lett volna értelme. Mert? Hát mi, mert éppen a választás után veszett össze. Ja jó, de azért kérdeztem, hogy tehát lehet, hogy csak kivár? Te azon a véleményem nem? Lehet, biztos. Hát na a kérdés, hát hogy mire vár ki számomra ez a legveszélyesebb. Simicska nagyon okos ember, nagyon jó szervező ember, és én azt is el tudom képzelni, hogy nem arra vár, hogy kitekerje egykori barátjának a nyakát, hanem esetleg egy alkúra vár. Lehet, de amit elkezdett pedzeni egyszer, azért igazából az egyetlen konkrét dolog volt, a Mandinernél kezdte el, ha jól emlékszem, pedzeni. Az még a katona évekről, ja, az volt évek szó. Volt, igen. Abba például semmilyen szinten nem érintett, és én azt gondolom, hogy ha például ezen a vonalon tovább menne, az többet is érne, mint hogy most akkor 300 milliárdot, 3000 vagy 30 ezer milliárdot tüntetett el, kicsoda, ez nem biztos, hogy eléri a választók inger küszöbét már, de azt, egy aki... Egy ügynök múlt, azt mondod, hogy sokkal jobban. Hát ez csak egy példa, én nem tudom, hogy így volt-e, semmit nem tudok. Én azt tudom, hogyha van olyan téma, lehet elméletben olyan téma, ami nem közös dolog, mert nem gazdasági dolog, viszont tudnak egymásról. Menjünk tovább, még muszáj a harmadik témánkra is, hogy egy picike kis időnk legyen. Nézzük meg, hogy mennyiért lehet ingatlan bérelni a budai várban. Áron alul bérel lakást a budai várnegyedben a kerület polgármesterének volt felesége. Egy 158 négyzetméteres ingatlanban lakhat havi 80 ezer forintért, ami töredéke a hasonló lakások bérleti díjának. De nem csak ő járt jól, többen is potom összegért jutottak lakáshoz a dísztéren. Én üdvözlöm ezt, egy fantasztikusan nagy hír, szóval végre a, hogy mondjam, a Fidesz futja azt, amit tulajdonképpen minden optimista ember és derülátó ember vár tőle, hogy először is indítja a szociális lakásprogramot. Tehát ez egy hihetetlen emberbarát. Kicsit lépés. Másképp képzeljük el azt a szociális lakásprogramot. És ráadásul nem is csak úgy Hübele Balázs módjára, hogy szokta, hogy mindenfajta hatástanulmány, előzetes próba, kontroll nélkül, hanem sőt, önfeláldozó fideszesek útján, akiket próbaképpen tesztemberekként kipróbál ezekben a lakásbérleti helyzetekben, és biztosítja számukra, hát lehet, hogy ez rosszul sül el. Hát lehet, hogy ott az a panoráma, és valaki szédülős, és kiesik az ablakon. Tehát sok minden történhet, ami hát kellemetlen. Ezt ki kell próbálni, ezt látjuk most. Az ország szerintem széles mosolyal, és nagy megelégedéssel nézheti ezt az új ebben egészen biztos vagyok, hogy mindenki ugyanezt gondolja. Én azért emlékszem az ügyészségre, amikor a Humboldt ügyben ugye az volt a egyik legfőbb vádpont Humboldt György ellen, amikor már rég megdőlt az ingatlan Panama, hogy a polgármesteri keretből utalt ki, nem is saját magának, hanem olyanoknak, akik őt megkérték arra, hogy utaljon ki lakásokkal. Itt viszont arról van szó, hogy a polgármester... saját magának, meg igen, a feleségének. Tudjátok, mit nem értek a dologban? Ezek idővel mindig kiderülnek. Miért kell ezt bevállalni? Azért, mert törvényes. Mert szeretnek lakni a dísztéren. Törvényes, igen. Ez tény. Meg jó ott lakni, szép környék. Meg mindenki csinálja. Hát most pont ő, hát könyörgöm át. Hát hülyének néznék, hát könyörgöm. Nekem egyébként az a nagy tragédia ebben az ügyben, hogy Nagy Gábor Tamás egy olyan jogszociológus, aki engem mondjuk tanított az egyetemen, egy rendkívül jó képességű oktató egyébként. És egy nagyon sikeres polgármester, teszem hozzá, tehát nagyon-nagyon régóta. De első kerületben konzervatív
polgármesternek lenni, azért hát az nem jó, de akkor is nagyon régóta van. És hát a más... nagy próbálja meg Kazincz Barcikán. Igen. És a második része mondatnak, hogy én a magyar narancs generációjához tartozom, én még együtt gyakorlatilag beszélgettem ezekkel az emberekkel a parlament folyosóján, tehát úgy mint informálisan, mint barátilag, és ez nekem csalódás, hogy intellektuálisan ide jut a rendszer. Tehát, hogy például, amikor megkérdez az LMP-s képviselő asszonya ott a kerületben, hogy azt gondolja, hogy törvényes a polgármester úr szerint ez az ügylet? Igen. Igazságos-e? Igen. Méltányos-e? Igen. Etikus-e? Igen. Uh-huh. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy még a válaszadásban is ott van az a... Hát én megtehetem. Üdvözlettel dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. Hát de hát könyörgöm, igaza van, mert a jelenlegi etika, a jelenlegi jogszabályok és a jelenlegi szokásrendszer szerint ez így szokás. És még ő is azt mondhatja, ha valóban olyan tehetséges és jóképességű ember, mint ahogy te emlékszel rá, hogy könyörgöm, hát itt van ez a sok lehetetlen, tehetségtelen, érdemes körülnézni, csak szóvívói fronton, nyikhaj, vizes nyolcas, külügyminiszter, bárki, akkor én ne a tehetségemnek megfelelő juttatásokat kapjam. Teljesen igaza van, így kell ezt csinálni. És egyébként, ha megnézitek a Fidesz népszerűségét, ezek az ügyletek soha nem befolyásolták érdemben. Elhiggyük a mediánnak, hogy ekkorát esett, vagy nem? Tessék? Higgyünk a mediánnak, vagy ne higgyünk? Mi a... Hát, vagy a tárkinek hát, higgyünk, a medián mérte egyedül azt, hogy félmillió százat veszített, és 3-4 intézet vele szemben azt mérte, hogy nem. Tehát többsége azt mérje a közérménykutatóknak, hogy nem veszített a Fidesz. Nem egy mennyiségi kérdés, nem? Engem nagyon érdekelne, hogy tényleg hogy van. Én nagyon tisztelem a közvéleménykutatókat, de amíg 30-40% úgynevezett bizonytalan van, addig nincs igazán mit mérni. Pont hát akkor olyan puffer van, ami ide és oda nagyságrendileg változtatott az eredményeket. És ebben azt hiszem, hogy nagyjából mindegyik közvéleménykutató egységeset mér, hogy ilyen 34-36%-nyi bizonytalan van, ami ugye egy nagyon-nagyon nagy arány. Most itt fejeztük be, és aztán meg a következő hónapokban kiderül, hogy hova is mennek a bizonytalanok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig, hogy figyeltek ránk, most pedig néhány perc és kezdődik a híradó. Én mindenkinek nagyon szép estét, meg hát nagyon szép hétvégét kívánok, viszontlátásra.